Sziasztok, itt újra egyszer után! Az I Wanna Be The Guy után most itt az ideje megjelni az I Wanna Be The Bossit. A második játék az I Wanna Be The Guy után. De sokkal nehezebb, mint az I Wanna Be The Guy. Ez úgy körülbelül úgy 75-ös szintű, hogyha a Total Average-ben nyerném meg. Választhatok a játszható karakterek között. Látjátok, nincs semmiféle mentés. Nem aktív. Na itt van egy Ease Mode, Total Average Mode, Hard Mode és Rogue Rage Mode. Az Ease Mode a legkönnyebb, mert itt van egy szíves platform, van a szíves platformok és 50% HP és bossok. De aki ezt kipróbálja, abból nem lesz basi. És magyarázhatom. Na pontosan ezért, mert itt egy... szív van benne. És az a masni. Ha abban masni van, akkor... bosszoknál is masni van. Tehát masnisan nem lehet bárki basi. De csak olyan nevezheti magát bosinak, aki veterán szintű játékos. És mivel veterán szintű játékosnak mondtam magam, most bevis bizonyítom. Ops, bocsesz. Nem ide akartam menni. Na, de hogy kezd kitörölni? Ja, igen, delete. Jó van. Tehát... az így mondott... első alkalommal 8877 halállal nyertem meg. Tehát ez eddig a legnehezebb játék, amit meg tudtam jelenni, a legtöbb halállal. Viszont a Total Average módot úgy 5100 halállal nyertem meg, mert az Ease módot sokszor gyakoroltam. De viszont egy inkább kihívásszerűen csinálom meg. Szívesen próbálkozni Total Average módban, de csak hardobban lehet megszerezni az egyetlen karaktert. Sonicot. Mert itt meg lehet szerezni Dark Bossit, ahogy itt is. Meg aztán... tehát itt mindenkit meg lehet szerezni, tehát csak itt lehet 100%-osítani. Total Average módban és Hard módban 100%-osak a bossok. A Hard mód csak két szinten nehezebb, mint a Total Average mód. Tehát ennél a három nehézségi szintnél nincsenek szíves platformok és senkinél sincs most. A Rogue Rage módot ott azért nem próbálnám ki, mert extrém nehéz. És 95 szintes, ez pedig csak 77. Elszólok Hard módban, és sosem nyertem meg. De Total Average módban igen. Itt az így az álgódom, mint a vasi szakértő érjük. Tehát, hogyha ebben a nehézségi szintekben de kezdetek bele, akkor... akkor a stáblistában az érdekes dal fog elhangzani. De ha viszont Ease módban próbálkoztok, akkor még csak a la-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 
Úgyhogy szerintem itt az ideje belkezdeni a hard módba. Tehát itt kicsivel kevesebb mentés lesz, mint a Total Average módban. Jorgon a Rage módban is van mentés, de csak a pálya elejétől és a végéig csak kétféle mentés van. Aztán jön a boss, és utána is jön mentés, de aztán még a pálya végén jön a következő mentés. És ettől olyan extrém nehéz. Tehát annyira nehéz, mint az I Wanna Be The Guy Impossible-ben. Úgyhogy hard on mode. It's washi time.
A osobne tego osobne mówią, fuck yeah! Aj, nem tudom elérni az X-et. Kitűnő. Ez halak számában nem számít. Lássuk a trófeákat. Tehát ezek az összes trófeák, amiket meg lehet szerezni. Ezek a klérek csak úgy jönnek meg, hogy minden rejtét megfejtettem. Ha összesen megszereztem, megvan a Music Master. Itt ki van számolva, hogy hány halállal kezdhetek bele. Tehát számoljatok vele, hogy ha még le is győzöm Soul Grint, utána is megpróbálom a Pro Mode-ot megcsinálni. Ezek itt a bosszokért járó trófea. Aztán a boss speedrunok is vannak itt. Tehát ez minden. Tehát az a színes platonat, amit előbb láttatok, az csak izmódban jelenik meg. Milyen hardonra látok, amit nincsen. Fuck yeah! Most le... Azt akarja, hogy ne lője. De mégis rálőtt. Na itt az végkimetel. De egy trófea azzel megvan. Itt van egy kincses láda, azt akarnám megszerezni, ez fontos lenne, mert az kell az, hogy elkapjak egy Gastlyt. Ez az. Ez mindig visszajön. Ops. Ezt elhoztam. Na bozz, hogy itt volt. Kincses szláda kinyílik. Ja, és még valami. Tehát itt tárgyakat is lehet szerezni, és amiket azok később meg lehet látni, hogyha egyszer már kezdett belépni az I Will Be The Bossy-ba. Még a lemezek is láthatóak lesznek majd ottan. És végig Bossy-val akarnám végigvinni. Tehát viszont... Látjátok ezeket a karaktereket? Hardon módban az összeset meg lehet szerezni itten. Viszont nem tervezem, hogy más karaktert választok, mint például ezt. Vagy ezt, vagy ezt, vagy ezt. Más karaktert inkább majd akkor, csak ki akarnám próbálni Rage módban. Ja, még a nevet nem mondtam ki. Ja, vigyázzat! Látjátok ezt az nyilat? Ha ide közel itt kinyíl a Bossy-t. Ha izmod lenne, itt lenne szíves platform. Fuck yeah. Ezt ki kell cselezni. Thank you.
valahogy like this. Na, itt nincsen save. Total average módban van save. De hard módban nincs. Úgyhogy így kell vigyázni. Hoppá! Yeah, the hell. God damn it, these are... Fuck yeah! Ide azért megyek le, mert ott van egy új karakter. És most már van egy Luigi. Látjátok? Tehát itt lenne az a Luigi. De Simon Belmont, azt is megkinyitom. Ryu-t csak úgy nyithatom meg, ha legyőzöm Ryu-t. Itt őt az ötödik pályán lehet megszerezni. Ez egy Dark Bashi. Csak akkor szerezhetem meg, ha legyőzöm Soul Green-t. Sonic. Ja, és összes tárgyat megszereztem. Sonicot csak Hard módban szerezhetem meg. Persze a tárgyakkal együtt. Meg aztán itt látható a Soul Green. Azt is csak Green legyőzésével lehet megszerezni. Aztán mondom, hogy Kappa. Kappa legyőzésével lehet megszerezni. Mario-t viszont... egy Mario-s pályán. Rá kell uralnom ezek a kúpákra. Majdnem. Kitűnő. Most már van egy mixerem is. Megváltoztathatom a zenét. Inkább a védett tartalmak miatt rossz ötlet. Yeah. Ja, és ezt emberileg nem lehet halál nélkül megnyerni. What? Ezt elbasztam. Ez kicsit korai volt. Itt nincs mentés. Most le. Oh,
Most egy kis vicc, csinálok egy kis viccet. Ezt teljesen felhangosítom. Hopsza. Mindegy, két ripa azért bőven elég volt. Anyádat! Nem értem el. Az az E-Rape Spider, az többször is megjelenik váratlanul. Nehogy azt higgyétek, hogy először láttátok. Egy új trófea. És hiába megkülsz, nem lehet innen elmelkülni. Na így, és így megy itt a lemezik. Na bizony, kinyílt. Ez azért van, mert le kell okéznom. Azért nyílt ki az a kurva nyíl. De jó van, szóval innen folytatjuk, utána jön az első boss. De azt inkább legközelebb. Jó van, ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni, és legközelebb az első bosszal folytatjuk. Úgyhogy már búcsúzom. Sziasztok!